Örültek is, kedves bajtársak, ez itt a Gavel Game Channel, én Raptor vagyok, és mint hallhatjátok, itt is vagyunk a NOS-nak a következő részével, úgyhogy folytatjuk az előzőeket, hogy egy picit meleg van, mindig panaszkodik a karakter, hogy 33 fok van, hogy itt a nyár, hogy melege van, úgyhogy ezért ledobtam a kabátot. Gyors, főzünk egyet, ugye még megfőjük kaja, addig beszélgessünk arról, hogy mi is történt eddig, ugye kész lett a ház. Voltunk a rendőrségen, szereztünk köteteket, próbáljuk húzni a skilleket, megcsináltunk különböző dolgokat, hogy lepakolgattunk. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Közben ugye most már fejlődnek szépen a dolgok. Ezt bekajáljuk, ugye az elme állapotom jelenleg elég stabil. Új, itt van egy mechanikás könyvem, azt elfelejtettem kitenni. Ugye innen átraktam az asztalt oda a sarokba. Ezeket még nem pakoltam át, de majd el sort kerítek. Próbáltam még polcokat építeni, de úgy kevés a cuccom. Ide pedig még szövet kell, hogy az ágyat meg tudjuk csinálni. Arra döntöttem, hogy itt fönt lesz az ágy. Szerintem itt a idézőjelben legjobb helye, úgymond. Ez pedig gépek 4-es kötet. Nézzük, hogy ez meg van-e nekünk. Nincs. Ezt be is tesszük ide, szerintem ezt a múltkor elfelejtettem kipakolni. A sorrend az viszont nem jó. Mindegy is, ezt intézzük. Jó, és akkor itt láthatjátok, hogy nagyjából sorba tettem a köteteket, hogy gyógyászat 1-2 az megvan, megőrző gazdaság a 2 és az 5, ugye az a fegyveres, ez 3, 4 és az 5. Mérnöki szakból elég csak az 5-ös, mert abból elég jól állunk szerencsére, mint hogy láthatjátok, tehát már 4-es szinten vagyunk. A főzés ugye az 1-es, kohászat ugye szerencsére megvan az 1-es. Szabóból még nincs, de azt mindjárt egy picit meg fogjuk itt dopingolni, hogyha már az elme állapotom jó. Hogy nehogy az legyen, hogy elhanyagoljuk itt ezt a kis elme állapotot. Hogy a szabóságot fogjuk most egy picit olvasgatni. Aztán pedig visszamegyünk a rendőrség és megpróbálunk még ott lootolgatni. Hogy hát, hogyha sikerülne esetleg valamit kiszednünk még. Én mindenképpen akarok köteteket hozni, tehát kiegészíteni a gyűjteményt, hogy meglegyen minden, és akkor tudunk szépen olvasgatni. Sikerült találnom cigit, meg egyéb kis dolgokat, amivel ugye tudjuk növelni a dolgokat. Hogy áll a szabó? A szabó nem fejlődik. Miért nem fejlődik a szabó? Hello? Ja, mert a gyógyszert olvasom. Na, ez probléma. Várom, hogy a szabó fejlődjön és a gyógyszerészetet olvasgatja. Szegény, szerencsétlen emberünk, hát ez ilyen sajnos, ezt most benéztük. Jó, úgy látom, hogy azzal végeztünk is, úgyhogy jöhet a második kötet. Akkor megvan a szabóság 1-es. Picit a HP-m az lent van. Sikerült egy ilyen nagyobb zombi hordával harcolnom. Jó, most nincs kedved, oké. Okay. Ugye a szabóságból akkor megvan az 1-es, és ugye a technológiánál akkor az... hogy ezt ki tudjuk, nem merít, meg kell még a mechanika 1. Úgyhogy a mechanika 1-et pedig viszont meg kell keressük, mert abból ugye a 2-es kötettől vagyunk, és azt nem tudja elolvasni szegény. Jó. Na vágjunk bele akkor a mai kis túránkba. A kocsit most nem visszük, mert csak ide megyünk mutatni a szomszédba. Ezeket kár, hogy nem lehet eltüzelni. Úgyhogy majd útközben kidobálom őket, vagy ott. De ugye ezekből mindegyikből 2 van. Ugye ezeket itt szépen ki is pakolom, majd el fognak itt tűnni. Nem foglalják otthon a helyet. Nagyjából föl van írva, hogy mi az, amire szükségem van. Aha, és most már hogy jelzi egy ilyen kis jellel, hogy szerintem ott az ágyunk. Úgyhogy folytassuk tovább ezt a kis kalandozást. Mindenképpen ugye az energia lesz az, ami felé el akarok menni, tehát hogy minél hamarabb villamosítani a házat, mert én szerintem az egy kicsit egyszerűbb lesz, hogyha odáig sikerül eljutni. És ugye azon a, ezen a vonalon kell indulni, hogy mindenképpen ugye föl kell húzzuk a dolgokat. Ugye van itt már ilyen, hogy acéltörés, egyéb dolgok, tehát ugye ez az a rész, ami nekünk brutálisan kelleni fog. Tehát ez itt mind lent. Ugye ezekkel azért már tűzoltó fejsze, acélcsárkány, tehát hogy én szerintem ezekkel már tudunk majd mit csinálni. Ez az acél kétkezes kés az egész jó volt. Meg már ugye tudunk lőszereket gyártani.
És itt ez, ami még nekem kelleni fog, ez a penicillin. Ugye ezt romlott ételből fogjuk tudni, azt mondja, hogy a zombik szokták dobálni, úgyhogy írtani kell majd őket rendesen. Ugye ez még aránylag elég messze van. Idézőjelben messze, ugye attól függ, mennyit tudunk játszani a játékkal. De tehát még nem itt van. Találtam amúgy napelemet, elfelejtettem betenni a ládába, úgyhogy sajnos az eltűnt. De hát, hogyha majd találunk még, és akkor ez a probléma meg fog oldódni. Lőszerünk kevés van, úgyhogy... Az igen. Hát ez milyen mutatvány volt, hello? Szétvág. Jó, oké. Akkor ezt másképp orvosoljuk. Te szemét! Most vérzek miattad. Ojaj, és nincs izénk. Nincs kötszerünk. Ezt megint úgy hívják, hogy probléma. És már jönnek, tehát hogy lősz egyet és rontanak rád. Jó, elmegyünk, itt van lent. Azt hiszem lent van, ahogy hívják. Az öltöző. Hogy fönt volt az öltöző, már nem emlékszek. Á, és nem hoztam az ajtónyitogatós cuccot. Ez is probléma. Lőszerünk az nem sok van, mondjuk még van egy teletár. Itt volt ugye ez az öltöző szekrény. Itt valahol lenni kell még ruházatnak. Szétszedjük. És most vérzünk rendesen. Szedd már gyorsabban! Oké, zadott hármat, úgyhogy csinálunk gyors egy ilyet. Köst, 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 köst! Azaz, ügyes vagy. Arra ügyes vagy, esküszöm. Most mindig megütnek. Ez probléma. Na ér, eldobta az agyát szegény. Itt van egy kalap. Itt pedig egy Jackie. Na, ezt a Jackie-t fogjuk szétkapni nagyon gyorsan. Ez biztos fog adni elég szövetet. Meg valószínű mást is. Úgy, na ez, mint ahogy mondtam, ez adott elég sok szövetet, szerencsére. És fogytán van a lőszerünk. Mondjuk ahogy hívják, van még egy teljes egész tár az SKS-hez. Jó. Van itt ilyen pamut, meg egyéb dolog. És akkor mehetünk megnézni, hogy mi az, ami még itt lapul. Ez a rendőrség, ez egy egész jó kis... Úristen, mennyi doboz van itt, amit nyitogathatunk. És mind üres. Ott is a Glock, nagyon jó. Azt hiszem 90 mm-esünk van egy csomó. És kaptunk lőszer, csak kéretti kellett. Fegyvertisztító is. Penicillin. Ez jól jött. Még egy kis penicillin. Két Glock. Pisztoly hangtompító. Szerintem ez a Glocklara lesz jó. Ebbe.
még több lőszer a diglibe. Ott a távcső, meg a bővítő. Na, hát ez egy egész jó kis hely volt, közben ránk sötétedik persze, tehát ez szokásos szerencsénk. Nézzük csak meg ezt a glockot. Aha. Jó, akkor hogyha én ezt most előveszem. Akkor rajta van a hangtompító. Ezeket nem fogom minden kipakolni, ezek nagyon jól jönnek amúgy, hogyha nálunk vannak. Hát vizet, azt hozhattam volna. Arra nem gondoltam. Most a diglibe is van elég sok lőszerünk, úgyhogy... De azt hiszem, hogy ide be se jöttünk, de itt nincs is semmi. A másikat kellene valahogy kinyissuk ezt. Ugye itt vannak a könyvek. Oké, most pedig akkor kezdjük el keresgélni azokat, amikre nekünk szükségünk van. A szabóságból az ötös kell. Kohászat. Kohászat ötös jöhet. Az nincs. Mérnök szak nem kell, az van. Főzés. Főzésből az egyes meg az ötös kell. Elektromos varrógép, acélképzés, ezeket is visszük most már, mert most már ezekre is szükségünk lesz. Új, itt nagyon is jó. Jó sok van. Ez nem. Ez se. A gyógyszer. Ez jöhet. Főzés nem. Ez üres. Víztároló állomás. Oké, itt semmi. Úgy itt hagytuk abban a múltkor a kutatgatást. De azon kellett volna tényleg egy feszítővasat, és akkor jó lett volna a cucc, a történet. A4-esből nem kell kettő. Csak egy, elég. Aha. Főzés. 5. Ezeket leteszem ide az aljára. Oh, mechanika 1. Azt hiszem, hogy az pont kellett, az nincsen. Mi nem tudtuk elkezdeni tanulni. 1, ez nem kell, ez a mérnöki szak. Azt tudjuk, abból nagyon jók vagyunk. Kohászat 2 az van. A főzés az nem. Ez üres, szerintem mindent kiszedegettem. Elektromos varrógép, nem tudom, hogy ebből mennyi kell amúgy. Mérnöki szak, mérnöki szak. Nézzük tovább. Természet és gazdálkodás 1. Ebből nem értem még el az 1-est. Nem. Úgyhogy ez kell. Elektrokémia 5. Na az vajon mi? Az lesz az elektromosság szerintem. Úgyhogy az nem. Semmi. Hűtőszekrény jöhet. Üvegház. Napelemes csoport. Ez egy egész jó kis szekrény volt. Mérnöki szak nem. Azt hiszem, hogy ez kell. Igen. Elektromos varrógép nem. Hőgenerátor. Az is jöhet.
Elektrokémia nem. Az elektromosból azt hiszem, hogy a hármas kötet kell. Kohászat 4 és 4. Ez egyik se. Kohászat 1, kohászat 1 az megvan. Gyógyszer 3. 3-4, nagyon jó. Mezőgazdaság 3, azt hiszem ez is kell. Azt mondja Szabó nem. Gyógyszer 1 az van. Nem. Főzés 2. Abban azt hiszem, hogy 1-es kell, de ugye a főzésből az már megvan, úgyhogy az 5-ös kellene. És akkor megnéztük itt az összes szekrényt, és ezt kéne valahogy feltörjük. Én úgy emlékszem, hogy volt itt valahol egy feszítővas. Valahol. Amit múltkor ugye megtaláltunk, és ott hagytunk, mert... Ezek üresek. Én nem néztük át módszeresen az összes szobát, így nem tudom, hogy még bejártunk, meg még be nem. De szerintem az lent volt valahol az a feszítővas. De lehet rosszul emlékszek. Mert itt úgy látom nincs szerencsénk. Minden üres. Le tudunk menni. Itt a bejárat, és hát vagy itt, vagy pedig erre. Csolok egy lámpát nektek, hogy lássatok. Mert ez nem sokat jelent. Itt talán. Ezt még úgy is jelzi, hogy nyitva van, mint hogyha most néztük volna. Ugye azóta nem játszottam, hogy itt jártunk. Itt talán. Itt van. Jó. Szóval nem tudom eltenni. Oda betette, jó. Egyszerű. Van egy új kés is. Azt is elvisszük. Azok jók jönnek ezek a kések. És akkor megnézzük, elvileg úgy tudom, hogy ezzel föl lehet feszíteni a zárt ajtókat. De ugye a puding próbálja az evés. Hello? Hát te? Mi van akkor, hogyha én most azt mondom neked, hogy aludjál egyet? Azaz. Egész jó, meg van csinálva a hangtompító, ahogy működik. És nekem tetszik. Na szurkoljatok! Hát ez nem nyílik. Azt látom, hogy zárt tesó, tehát azzal nincs baj. Csak van nálam egy feszítővas, amit én azt hittem tudok használni. Hát akkor ez nem jött össze, srácok. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy fogjuk tudni kinyitni, de majd megtalálom a módját. Mondjuk van otthon azt hiszem ilyen zárnyítós cucc is, ugye lehet, hogy azzal kellett volna jönni és akkor megpróbálni. Most már késő bánat. Ezeket néztük, ja igen, ezeket néztük. Hát az a baj, tényleg nem tudom már, hogy még szobában voltunk, meg még nem. Megközelebb ilyen házátvizsgálást egy kicsit módszeresebben kell csinálni. Ez jöhet, ez a gyógyszer, ez jól jön mindig. Ez a topping, ez annyira nem. Bár a francokat használjunk egyet. Semmi nincs. Az igen, ez fasz a szoba volt. És itt. Semmi. Semmi.
Lámpák, válfény. Ugye ennek is, ez is tönkre mehet. Az elemek kimennek belőle, úgy itt vannak táskák. Hát jó. Akkor ennyi volt most egyelőre a... az a hely. Ezeket itt néztük. Húzzunk lefelé. És vizsgáljuk át a többi házat szerintem. Mint hogyha lassan elkezd világosodni. Hát, hogyha találnánk még valami érdekeset. Igen, tehát ezt érdekesnek hívom. gyerekek, itt a pénz! Hát azokat vissza, azokat haza kell vigyük azért, tehát. Napellenző. Vedd föl. Jó néz ki ez a kis sapka. Azt nézzétek, milyen vagányak vagyunk benne. Ez jöhet ez a gyógyszer. Jó, hát... ha már haza kell menni... Mit szóltok hozzá, hogyha... Ugye az ágyat azt meg tudjuk építeni. Hogyha lepakolunk, és megnézzük ezt az ajtónyitós cuccot. Ránézzünk, mi a helyzet, hogy mind. Macilacék, remélem, hogy elmentek másfelé mézet keresni, és nem a mi házunkból akarják kienni a kaját. Úgy látom, főzőcsküznem kell egy keveset. Kell fölvennem gajat is. Kár, hogy a könyveket nem lehet rádobni a tűzre. Nem tudom, én égne 30 másodpercig, vagy valami. Oké, főzés. Ből megvan a 4 kötet. Elektronikából is, vagy mi ez? Gyógyszerből. Mezőgazdaság. Ebből ugye az 5-ös kohászatból is. Ebből pedig az 1-es kötet. Ami nekünk nagyon kellett. Úgyhogy ezt tanuljad egy kicsit, kisfiam. Fontos a tanulás. Mi az, hogy nincs kedved? Ez tele is lett, ez a doboz. Ezeket föltesszük ide. Aha. Most jönnek a problémák. Hova tesszük a sok fegyvert? Azért lett volna jó még láda. Meg tudjuk csinálni az ágyikót. Ó, tudunk aludni. Innestől fogva, hogy ha megvan az ágy, akkor tudunk itt éledni. Oké, legalább csináltam nektek világost. Lássatok. A szöveteket összeztekkeljük, ezeket bedobjuk ide. Lőszerből szerintem ennyi elég lesz, tehát nem kell, nem fog több kelleni. Elszívhatod. Ezek bejöhetnek. Ez is, meg ez is.
Van még itt egy dopping. Kilenc minisát viszünk. Ezeket viszont kidobom, mert most ez nem fog kelleni, mert a diglit azt itthon adjuk, de a 9 minisát meg visszük. Meg ezt. Sőt. Itt szerintem jobb lesz. Ebből a hülye izéből van valahol. Jó, itt rendet kell majd rakjak, mert úgy látom, hogy nagyon szét vagyok hullva. Ez most nem kell. Ebből kell egy, meg kell kaját csináljunk. Jól láttam, hogy ahogy pihentem, elindult fölfele a... a fizikai erő. Nem csak a fizikai erő, a HP is elindul fölfelé. Ez nagyszerű. Akkor most már tudjuk ezt is. Viszont ki kell menni kaját főzni, ezt mindenképpen. Egy pisztoly van nálunk, meg rengeteg izé. Ott a gyógy. Ez az, jó. Itt rendet kell rakjak, srácok. Hát ez... ez következő részre majd megoldjuk. Főzzünk egy-egy gyors. És akkor menjünk vissza, meg kikeveszem azt a... megkeresem azt a cuccot, amit mondtam. Hogy ki tudjuk nyitni az ajtót. Ezeket a gyógyszereket csak kéne magammal vinnem mindent, meg ezekből is elég egy-egy darab. Víz. Gyorsan vizet. Vizet, vizet, vizet. Most jó sok van benne. Oké, csináld ezt meg gyors. És akkor mondod, hogy nagyjából rendezhettük a karaktert ezzel a kis alvással. A HP meg egyéb dolgok úgy mentek föl. Nem ez. Ez ilyen nagy flaskát viszont jó lenne még találni. És bevettem egy gyógyszert? Komolyan? A francba. Elpazaroltam egy gyógyszert. Hát, nem tudom. Nem hiszem, hogy el kéne induljunk csak úgyni. Víz nélkül. Olyan is kell. Ugye a leírásban az ötletet nagyon szépen köszönöm, hogy jó lenne ágyat letenni. Ez egy nagyon jó pont. Úgyhogy ez egy nagyon jó gondolat volt. Miért nem rakok le ágyat? Adrenalin nem fog kelleni. Penicillinből egy, vírusbrokkolóból is csak egy. Akkor ezt így kitesszük. Ugye van nálunk HP-s cucc. És mit felejtünk el? Kötszer kellene. Ezt mindenképpen egyet gyártunk. A vérzést meg tudjuk akadályozni. Oké, és akkor van nálunk minden. Még van egy kis kenőcs is, ha netán alacsony lenne az életünk. Lőszer. Így. És akkor a táskát pedig csak fúra tudjuk pakolni. Oké, most meg kéne keresem azt a cuccot, amit mondtam nektek, hogy... úgy emlékszek, hogy van ilyen ajtónyitós cucc. Ezek szerint kocsiba lenne? Mielőtt elmegyünk, tanuljunk már egy kicsit, mit kéne tanulni. Mechanikát szerintem, abból állunk rosszul. Aha. Mechanika, egyes kötet használat. Már tudja? Nagyon jó, ügyes vagy. Akkor egyes szintet elértük.
Tanulhatunk tovább. Még egy szerintem belefér. Egyszerű. Ugye mérnök az magas, szabó az jó, mechanika nő, mezőgazdaság még annyira nem, gyógyszeres és a villamosítás. Tehát mindenből el kéne érni az egyest. És akkor itt a technológiánál föl tudjuk oldani ezt. Kell az egy darab ilyen hülyeség. Még egy pár viszont mechanika kettő kell. Alumínium edény, ez nem tudom, ez ilyen... hogy mechanika három, szép. Kohászat, kohászat. Mérnök és gyógyászat. Azt ki nem tudjuk. Ez szövet kell. Alkohol és puskapor. Növényi rostok 5, ezt meg tudjuk vajon tanulni? Nézzük csak, nem tudom, hogy az a baj, nem... Ah, meg tudjuk. Nem írja amúgy, hogy mennyi van. Tehát, hogy írhatna, hogy mit tudom, hogy pipálhatna, hogy mondjuk ami megvan már, tehát, hogy amit elértünk, de... Sajnos ez nem történik meg. Meg kell nézem a kocsiba a cuccot. Hogy... Azt hiszem volt ilyen ajtónyitós... készletünk, de lehet, hogy... Lehet, hogy eladtam. Aha, eladtam. Itt csak a izé van. Hát, az szívás. Ezt most bedobjuk ide. Hát akkor nem nyitjuk ki, srácok, azt. De viszont azt a két fegyvert, ezt el kéne hozni. Hát nem a kocsiba. Itt van, nem messze, úgyis a szomszédban. Két fegyvert, ezt mindenképpen el kell hozzuk. Remélem, hogy a hang most már jó lesz. Úgy vettem észre, hogyha... Még ennyit azért hozzáteszek, hogyha beállítom a 60 fps-es képkockazárat, akkor látjátok, nem is szagad annyit a játék, meg talán, mint hogyha a hang is normalizálódna, hogy az OBS-t hogy újra telepítettem egy előző verzióval, ugye azzal javult a helyzet, de viszont nem lett tökéletes, mert megnéztem. Tehát, hogy vannak benne, úgy, úgy hallottam, hogy ez ugyanezek a kis akadások. Ugye a fegyver olajjal a fegyvereket tudjátok úgymond karban tartani. A többiek, többi dolgot viszont nem jöttem rá, hogy még mivel lehet. Kicsit véresek vagyunk, úgyhogy még kell keresünk egy... Adjad ide? Hát ez nagyon jó néz ki. De azért erre is lehet szerelni cuccokat, hogy ezt ki fogjuk próbálni. Minden fegyverből akarok majd egyet fölmodolva, azt ki akarom próbálni. Nézzünk itt szét, mit fogunk találni. Úgy látom semmit. Hé, hey, Julikám, de mérges vagy! Nézed már! Ott az jöhet. Az jó, tégla is van itt, szén is van itt. Hát elvisszük. Tégla. Ezek meg később jók lesznek szerintem. Üh, itt mennyi kosár, vagy izé, most kosár zsák van. Azt nézzétek, tele van izékkel.
magvakkal. Ezek majd biztos, hogy izé, egy kis kertecskét, ha megcsináljuk, akkor majd baromi jól fognak jönni. De az még nem most lesz. És úgyis arra fogok koncentrálni, hogy mindenből meg legyek maxos. És akkor csak bam-bam-bam tanuljuk ki a dolgokat. Azt hiszem, itt lesz bezárva egy kecske. Tégla, szén, szén az jöhet. Semmi. Acéltör, meg acél macsítő. Hát csak ide. Nem mutassad csak magad. Mindenki meg fog halni most már. Semmi. Ez valami kis szerelőkocsi, ami biztos értékes. Azt a mindenit, mekkora kalapács. Csókolom. Tessék mondani, merre találom a templomot? Haló? Akkor nem mondjál semmit. Igen? Mit szeretnél? Én is tudok így ugrálni, hello. Szövet, szövet, a szövetek azok jó. Te mit szeretnél? Majdnem kevés lőszert hoztam magammal, úgy néz ki. Azt a mindenit, hát ez fullon van. Szerszámok javítása. Na, hol tartottunk? Aksi? Lehet, hogy kocsival kellett volna jönni. Elég sok mindent lehet azért találni. Nem mindig, de... Hát nem igaz, hogy ezeknek nincs egy rossz konzervük se. Hát éhen fogunk halni. Nézd meg, a sütőbe tartjátok, vagy hol? Bocsi. Na azért. Hűtőben. Semmi. Hát ez... Pedig akkora tévéjük van, nézzétek meg, hogy alig fér el a szobába. Hát nem ez a lőszer kellett volna, de... Oké. Okay. Legyen. Szabó 4. Ez a fegyveres egyes kötet, ez kell nekünk? Vajon? Szerintem kell. Úgy emlékszem, hogy már csak ez hiányzik abból. Ezt néztük, vagy nem néztük? Mezőgazdaság 3. Talán. Ez biztos, hogy nem kell. Mechanika 2. Azt hiszem, hogy az megvan, mert abból tanultunk most. Ja. Itt mi van? Puska hangtompító. Mesterlövész puska kompenzátor. Hát csak így azt nézi.
Nézzük csak meg. Föl tudjuk rá tenni? Hogy ne tudnánk már? Itt valami gyógyszer talán? Nem hagynak békén, nézzétek meg. Az a baj ezzel a fegyverrel, hogy ebből sok lőszer kell. Kíváncsi vagyok, hogy így átdurunk egy házat, mi mindent találunk. Ó. Ez jól jött. És rengeteg, ez biztos, hogy fog kelleni. Zárva. Na jó. Jackie, az most nem érdekel minket. Még a padlásra is föl tudunk menni. Ez jó nagy kéró. Itt azért vannak cuccok elszórva. Bár nem kell nekünk minden, de van, amire azért szükségünk van. Például ez. Ezt is elvisszük. Nem tudom, hogy abból mennyi fog kelleni. Kilenc milliméteres lőszer. Most tömb, az most nem. Azt majd elmegyek, az csapkodok ki egy párat. A lőszer ez jöhet. Ja, ezt tegyem ide vissza, és akkor mindjárt lesz helyünk, ugye? Ezt néztük. Ezt nem. Ez jöhet, ez nem kell, ez ebből is van egy csomó. Ez jöhet, szövet jöhet, ez jöhet. Aksi. Ez jó, hát nagyon sok aksi van ez a 80-as. Ez ilyen kereskedelmi cuccnak egész jó. Egyes tekercs, főzés az nem kell. Hát mezőgazdaság kettő. Meg kell nézzem. Az pont nem kell. Nem ide. Semmi. Jó, hát akkor ezt megnéztük. Nem tudom, mi lehet a zárt szobákba. Meg hogy tudjuk majd kinyitni. Mert valahogy biztos ki lehet nyitni. Semmi. És... lőszer. Nagyon jó. Ezeket meg már néztük, de meg ugye nem tudunk bemenni, pedig ott mutat bent valamit. Kezdem mondom, hogy biztos ki fogjuk tudni nyitni. Alkatrészek. Oké, hátsó kert. Szóval ezt a házat, ha valaki akarja, megvehet, itt kellemes helyen van. Nem hogy zavarnak a szomszédok se. Ez valami iskola lesz, vagy mi ez? Vagy kollégium-szerű? A mindegyik szoba olyan egyforma. Vagy hotel. Ez jöhet, hogy kell sok. Csákány, az jó lenne. Nem. Uff, ez meg fú, ez mi? Radír. Műanyag, cement.
Motor. Ezeket nem tudjuk elvinni, jó? Hát ennyi volt, azért elég sok mindent össze lehet lootolni. Ha kocsival jöttem volna, akkor így tudnánk bepakolni a hátuljába. De ezt ugye nem tettük meg. Hova mész? Mi van arra? Te... Piszok, hát csak megkérdeztem, hogy mi van arra. A szemtelen mindenit. Ezt a kossz vagyok, el kéne menjek majd lefülödni. Arra kereskedő van. Erre van a házunk. Na hát elég jó széjjel néztünk szerintem a környéken. Mit agadás. Úgyhogy... Hazamegyünk, lepakolunk. Bár nem tudom, hogy hova. A hely az most nem sok van. De... Mondjuk hoztunk elég alkatrészt, úgyhogy meg tudjuk csinálni a cuccokat, van itt elég cucc, egyszerű alkatrész. A dobozokat meg tudjuk csinálni, csak el kell indítani a deszkát. Hogy csinálja a játék. Remélem a macik nem itt kolbászolnak, mert... Nem biztos, hogy 9 mm-es hangtompítós Glock vissza fogja őket tartani, hogyha a múltkor a SKS-ből kilőtt tizenvalahány lőszer nem tartotta vissza a medvét. De mindenképpen le fogunk vadászni egy macit, tehát hogy kerül, amibe kerül. Hosszú szomjasok vagyunk, muszáj. Tehát muszáj a medvét megölni. Fuss, fiam, fuss! Lehet, hogy a kocsival teszünk egy kört, hogy tudunk-e nagyobb sebességgel menni. Így, hogy most itt a 60 FPS beállítottam. A következőre megpróbálok itt rendezni mindent. Hatos. Az a baj, a tető miatt pont izé. Nem fér fel még egy. Úgyhogy... Ez most így lett. És akkor ez csak a deszkák kellene, és akkor szépen ki tudunk majd pakolni. Tette le. És akkor lesz egy olyan, hogy fegyveres, és akkor majd szépen minden sorba teszünk. Ne így össze-vissza legyen minden, mert vannak ugye az aksik. Ez 80-as, ez 120-as, még csak most nézem. Egyformák. Ezek jöhetnek ide, ezt kidobjuk ide. Itt van egy kis elektronika, azt ide. Jöhet ide. Van nálunk három elem, az maradhat. Egy kötszer. Ez nem ide. Ez jöhet ide. Nem tudom, hogy melyik a jobb, ez acél macséta, vagy a másik. Csak bedobtuk ide. Jó, ez itt fullon van. Na igen. Most jön az, hogy mit hova tegyünk. Ezek nyersanyagok. Szén. Pont az jöhet ide. Salétrom az volt valamelyik szekrényben. Itt. A fegyveres láda. Már nem teljes mértékben fegyveres.
Dobjuk így szépen, és akkor lesz elég cucc. Közben ez mehet. Hoppa, megbírjuk csinálni a két ládát. Jött be a fegyverzet, ez az. A lőszerből kevés van. De az ötösből elég sok van, úgyhogy ezzel lehet, hogy neki fogunk esni a medvének. És még itt is van ám. Hát, hogy következő körre meg a diglit kéne elvigyük. Rengeteg lőszer van. Csak azért. Jó. Kaja. Közben kezd ránk sötétedni. De most már tudunk világosat mókolni. És akkor szöveteket hol tároltam? Az itt a kérdés. Valóban tettem szövetet. Itt van. Jó, hát ez egy plusz kötszer, maradjon nálunk. Vigyunk egyet. És akkor jók vagyunk. Hogy állunk tanulásra? Hát a gyógyszer, a mezőgazdaság, meg a villamosítás nincs még egyes. Lehet, hogy a villamosítást megnézzük. Az melyik is? Ez. Belelapozunk egy kicsit. Meg még egy kicsit. Oké. És megvan egyes, nagyon jó. Mondhatom, hogy majdnem mindenből egyesek vagyunk. Úgyhogy innen fogjuk majd folytatni, srácok. És szerintem a következő részben neki fogunk esni egy medvének. Tehát keresünk egy medvét is. És kegyetlenül orba fogjuk vágni. Vagy ő minket. Ez majd kiderül. Le kell majd fürödjek. Azt már látom. De jó, ezt tudom használni így is. Oké. Okay. És akkor közben főzünk egy kis vizet. Este 8-kor, akkor ezzel fogjuk befejezni így a mai napot. Aztán írjátok meg kommentbe, hogy következőnek, ha a medvét netántán nem szeretnétek, hogy megnézzük, és esetleg mi az, ami, amit szeretnétek látni, mit tudom, menjünk el itt az északi kereskedőket megnézni kocsival, vagy itt ezt a kikötői részt, vagy bármit, amit szeretnétek. Írjátok meg, hogy merre menjünk, délnek, nézzük meg ugye ezt, azt hogy ez egy nagyobb városnak néz ki. Nézzük meg esetleg ezt a nagyobb várost, vagy bármit, írjátok meg. És akkor elmegyünk, beülünk a kocsiba, elkocsikázunk odáig szép lassan, és akkor meg fogjuk nézni azt. Úgyhogy mindenképpen várom, hogy ti mit szeretnétek látni, hogy merre induljunk el itt a térképen, vagy mi legyen a következő résznek a témája. Ugye a mai nap inkább az egy kicsit ilyen lootolgatás, tanulgatás, illetve ugye az ágyat megcsináltuk. Úgyhogy ez volt így a mai fő-fő dolog. Aztán mondom, írjátok meg mindenképpen, hogy ti mit szeretnétek még látni esetleg a játékból. Csak várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek. Halli-halli, sziasztok!